egyrendbeli folytatólagosan elkövetett, a BTK 247 szakasz egybekezdésébe ütköző és a három bekezdés szerint minősülő devizagazdálkodást súlyosan sértő büntettel. Végül egyrendbeli folytatólagosan elkövetett, a BTK 248 szakasz egybekezdés A pontjába ütköző adócsalással. Harmadrendű Asbóth László polgári egyént a BTK 131 szakasz 2 bekezdésébe ütköző, de a három bekezdés A és B pontja szerint minősülő, államtitok tekintetében rendszeresen elkövetett kémkedéssel, valamint a BTK 247 szakasz 1 bekezdésébe ütköző és a 2 bekezdés C pontja szerint minősülő, egyrendbeli, folytatólagosan jelentős érték tekintetében elkövetett devizagazdálkodás sértő büntettel. A katonai főügyészség vádirata az alábbiakban rögzíti a vádlottak által elkövetett cselekményeket. Elsőrendű dr. Egedi Lehel terhelt kémtevékenysége. Elsőrendű dr. Egedi Lehel terhelt 1964. augusztus 1-én szüleivel Ausztriába utazott. 1964-ben szüleimmel Ausztriába tartózkodtam. Akkor ismerkedtem a szülei társaságával, a szüleimnek egy régi jó barátjával, a Tavi Árpáddal, és azt adta be nekem beszervezőben egy amerikai hírszerző őrnagyot, aki Steve néven mutatkozott be. Későbbi találkozásaink során a Tavi igen erősen rábeszélt arra, hogy vállaljam el ezt a tevékenységet. Ennek során vállalkoztam rá. Dr. Egedi Lehel rendkívül jó anyagi körülmények között nőtt fel, és folytatta tanulmányait. Szülei nagy jövedelmüknél fogva minden lehetőt biztosítottak részére. Terhelt a gyengekezű és őt kényeztető anyja éberségét kiátszva, szülött életmódot folytatott. Apja széleskörű és sok időt igénylő elfoglaltsága miatt nem fordított kellő gondot nevelésére. Szülei társaságában a régi világ deklasszált elemei gyakran megfordultak, és közöttük lezajlott beszélgetések tartalma politikailag ellenséges irányba befolyásolta terhelt világnézeti gondolkodását. Ilyen körülmények között a ragyogó karrier, a fényes anyagi lehetőségek felemlítése is elegendő volt ahhoz, hogy terhelt hazája ellen kémtevékenységre vállalkozzék. Ösztönzőleg hatott rá megbízói bőkezűsége és az a könnyelmű életmód, amelyet éppen ennek folytán nyugaton való tartózkodásai alkalmával folytathatott. Magatartásával kapcsolatban annyit kell mondani.